Kapcsolj hangot. Most már lesz hangunk is. Sok szeretettel üdvözlünk mindenkit itt a Sápélyi Csillagvizsgáló adásában. Az én nevem Szabó Norton és Kis Lászlóval kis beszélgetésre invitálunk mindenkit. Szia, Laci! Szép jó estét! Szia! Szép jó estét kívánok én is mindenkinek, elsősorban Nortonnak az est házigazdájának, mert nélküle ez a ma este nem jött volna létre, meg minden kedves nézőnek is. Most ha néha balra nézek, akkor nem őrültem meg, csak nézem, hogy 319 ember kíváncsi ránk vasárnap este. Hát az életük az elég furcsa, hogy mi vagyunk nekik érdekesek, de bízunk benne, hogy nem fogunk csalódást okozni nekik. Igen. Mesélj nekik, hogy mesélj nekünk, hogy mi is lesz ma este. Hát én kitaláltam azt, hogy csinálok egy nagy évvégi videót a Svábhegyi Csillagvizsgálónak, és emiatt meginterjúoltalak téged is, meg többeket. Aztán végül a te interjúdra sok-sok mindent rápakoltam. És igazából egy ilyen kis visszatekintés, ugye két évad élő csillagászat után, hogy honnan jutottunk el, hova. Egy ilyesmi videót nézünk meg közösen. Előtte is, közben is nyugodtan jöhetnek kérdések, műsorral kapcsolatban, hogyan csináljuk a Svábhegyi Csillagvizsgálót, tehát ilyen kulisszák mögötti kérdésekre fogunk válaszolni utána. Tehát, hogyha bárkinek van azzal kapcsolatban kérdés, hogy mégis hogyan működik a Svábhegyi Csillagvizsgáló, meg főleg az élő csillagászat, ugye azért vagy itt, te is, akkor arra válaszolunk, ez a nagy terv. Jó, hát ez szerintem itt még sense, mondja, mivel francia. Figyelem itt közben a kommenteket, és sziasztok, bujék, tetszik a pólód, Norton. Erre én is felfigyeltem egyébként, azért az én pólóm is tessék, hogy tetszen, mert ugye a Nortoni olimpiás, az enyém meg astronomy and astrophysics, az Istenbe köt, nem tudom beállítani magamat. Ez egy csillagászati lapnak, az astronomy and astrophysicsnek az egyen pólója. Tehát mind a ketten asztropólókba vagyunk ma. Igen. Nem vízipólóba, asztropólóba, de hát talán ez is ér valami. Igen, igen. Én amondó vagyok, hogy szerintem ne is húzzuk tovább a nézőknek az csapjunk a lovak közé. Mutassuk meg a videót. Közben nyugodtan jöhetnek már a kérdések hozzánk, az élő csillagászattal kapcsolatban, és akkor a rövid videó után visszatérünk és beszélgetünk egy jót. Most elnémulunk. Kedves közönségünk, kedves csillagászat iránt érdeklődők, nagy szeretettel üdvözlök mindenkit az Élő Csillagászat Kis Lászlóval című sorozatunknak az első részénél. Azt hiszem, hogy nem kell téged bemutatnom sokaknak, akik követik a Svábhegyi Csillagvizsgálót. Ugye az elmúlt egy évben te lettél a csillagvizsgáló arca. Ezt a Hubble 30-nak köszönhetjük, mondjuk itt teljesen nyíltan. Tehát ez a meglepően sikeres első esemény április 24-én, amikor a Hubble 30 éves évfordulója kapcsán az Európai Ügynökség szervezett egy ilyen online eseményt, ahol ugye lelepleztünk egy képet, és ennek kapcsán egy ilyen 150 nézős élő Facebook live eseményt csináltunk. Ez rámutatott arra, hogy a népek ki vannak éhezve. És akkor nézzük, miért is gyűltünk itt ma össze. Most kellene egy ilyen drámai, aláfestő zene, egy nagy dob, üsdob, zenekari, nem tudom mi, vagy legalább egy kis majom, aki ütöget egy valamilyen hangforrást, és íme a kép. Nagy A-val, nagy K-val. Ez ugye megtestesült ugye az Élő Csillagászat Kis Lászlóval című műsorban. Ott sokáig egyébként hezitáltunk azzal kapcsolatban, hogy a nevem szerepeljen-e a műsorban. Csak annyi, hogy Élő Csillagászat. Hát az egy olyan, az lehetett volna, ugye Övegesnek volt egy könyve, hogy az Élő Fizika, a Öveges professzornak. Én abból nagyon sokat tanultam fizikát általános iskolás koromban. Valójában nem tudtam még az elején, hogy az inspirálta ennek a műsornak a címét. Viszont a nevem, hogy megjelenjen benne, az nem egyfajta ilyen arrogáns önfényezés volt, hanem a példakép műsorok azért beazonosíthatók. Ugye a John Oliver Show, ami az HBO-nak egy ilyen heti politikai news
Entertainment, tehát ilyen hírszórakoztató műsor is tartalmaz a nevét, ugye a Late Night Show Steve Colbertre, ugye az MSNBC, ha jól emlékszem, talán annak a napi politikai szórakoztató beszél, szórakoztató show műsora. Ugye mind a kettőnél jól beazonosítható a figura, aki viszi az egészet a hátán. Szép jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit, ez itt az Élő Csillagászat Kis Lászlóval című csillagászati online magazin műsor, a Svábhegyi Csillagvizsgáló kiadásában minden héten szerdánként este 8-kor. Hát én nem tagadtam le soha, hogy az ötletek, vagy mondjuk így a példaképek, azok ezek a politikai szórakoztató műsorok, vagy közéleti szórakoztató műsorok, amelyek rezonáltak azzal a most már negyed évszázados tevékenységem, vagy annak idején, amikor a szegedi helyi csoportot vezettem a Szegedi Csillagvizsgálóban, akkor is az volt a rendszeres tevékenységem, hogy összeszedtem a friss heti híreket, és akkor az amatőr csillagász klubélet részeként elmeséltem, hogy mi újság a csillagászatban. Házméretű kis bolygó súrolt a bolygónk első légkörét, kiáltozik a szalag cím. Az első évad volt igazán feladatdús, hiszen az első évad 10 részében lehetett látni, hogy kísérletezés évada volt, amikor a technikákat, a képtechnikát, a hangtechnikát így keverjük, úgy keverjük, amúgy keverjük. Az igen visszhangjuk, köszönjük szépen, ezt nem tudom mondani. Szerintem azért, mert kétszer adtam hozzá valahol a telefont, mint... mindegy. Lesz visszhangja az előadásnak? Már van, köszönöm szépen, Bondár Tibornak. Tapsolok, ez egy nagyon jó szóvic volt. Mondom, tanuljuk mi is, bocsánat, első évad végére már egész jól köszönjük szerintem. Ugye eleve a koronavírus karantén alatt nem nagyon voltak szociális események, tehát itt ketten-hárman dolgoztunk rajta. Ugye az Édua, ugye Karajos Édua rendező asszisztensként szerepel általában az Élő Csillagászat végén, a kreatív fölépítés, illetve a mindenkori esemény előtti próbáknál volt abszolút kritikus szerepet játszó, mondjuk így, munkatárs az egészben. Tehát az első évadnál ez sok feladatot adott. A második évadnál a nyári szünet alatt azért kitaláltuk ezt a greenbox technikát, aminél megint csak meg kellett vívni a harcainkat a technikával is, meg egymással is, mert nem mindenki gondolta azt jó ötletnek, hogy álljunk be egy virtuális stúdióba, egy greenbox, tehát egy zöld lepel előtt berendezett térbe, de aztán szerintem az eredmények azt mutatják, hogy teljesen jó volt. Tehát, hogyha ez most itt egy valódi kép lenne, akkor nagyon gyorsan elkezdenék ordítani a fájdalomtól. Elgondolkoztam, hogy eljátszom, de aztán úgy éreztem, hogy túl bulváros lenne. Tehát összeégnék, összeaszna az arcom, és akkor meghalnék. Ugye nem csak az Élő Csillagászatot vitted, hanem te voltál az egyik fő kolompos azért, hogy sokszor csak ilyen spontán bejelentkezések volt. Ugye ezt hát ez persze, nyilván ez is a kísérletezésnek volt a része. Tehát azt, hogy amikor azt mondtam, hogy na nézzük meg azt a hülye neovájz üstököst, látjuk el nappali égen, ugye Krisztián kint volt a kupolába, a Áronnal, és akkor nézelődtek, és akkor azt mondtam, hogy na próbáljuk meg. Kedves nézőnk, tehát akkor a mai Svábhegyi Csillagvizsgáló közvetítésének a fő üzenete a neovájz üstökös, halványabb, mint nulla magnitudó. Ugye a dolognak ne valljuk be nyíltan, teljesen nyíltan és őszintén négy szem közt és majd a nézőknek a nem tudom hány százai ezrei előtt, hogy azért alapvetően a Svábhegyi Csillagvizsgáló, amellett, hogy tudományos ismeretterjesztéssel foglalkozik, egy gazdasági vállalkozás. Tehát próbáljuk teríteni a hírét. Ismétlés a tudás anyja, a tudás hatalom, a hatalom az pénz, tehát az ismétlés a pénznek a dédanyja. Most idén többször volt a Svábhegyi Csillagvizsgáló, majd laikusoknak adtál elő, de még személyesen, tehát nem az Élő Csillagászat alatt. Igen. Az más érzés? Mint az egyetemi órát megtartani? Igen, az egyetemi óratartásban benne van az emberben a feszültség, hogy ja, itt most valami nagyon komolyat kell csinálni, mert képleteket kell levezetni és megérteni, hogy hogy működik a tudomány. Tehát az egyetemi órák azok technikai részletekkel jobban dúsítottak. Az egyetemisták elvileg ők tanulni jönnek az egyetemre, tehát nekik muszáj a technikai részletek. Tehát arról szól az egyetemi képzés, hogy megértsék, hogy hogyan lehet ezt megcsinálni, kiszámolni, levezetni. A nagy közönséget viszont abszolút nem érdeklik ezek a technikai részletek. A nagy közönség ott menekülne el sikítozva, törnék ki az ajtót és az ablakot, csak minden előbb kerüljenek az előadó terembe,
hogyha ilyen hosszú képlet sorokat vezetgetnék. Na és akkor így jön ki az, hogy az 1225 fényére van tőlünk. Kit érdekel, hogy a nagy közönséget az érdekli, ami a végén a mondás. Mi a mondás? A nap visszatért! Visszatért a nap! Most ha tényleg egy heti vagy egy napi lap, ilyen ez a rikkans lennék, szaladnék Budapest utcáin, visszatért a nap! Ha valakit nagyon érdekel, na de kis úr, vagy tanár úr, vagy előadó úr, ez mégis hogy deríthető ki, akkor elmondja az ember a technikai válaszokat. Elfütyülöm. Még egyszer. De nagy közönségnek szigorúan tilos a technikai részleteket mondani, mert nem értik, unják, elveszítik a fonalat, és ha már csak egyszer elkezdi a falon nézni a mintákat, ahelyett az emberre figyelne, akkor elvesztetted az egész meccset elvesztetted. Tehát ha egyszer elveszíted a figyelmüket, elvesztetted a figyelmüket, ezért van az, hogy én nagyon hangosan beszélek, amikor előadok, mert egyszer nem lehet nem figyelni arra az ordítozó hülyére ott az előadó teremnek az elején. Minél nagyobb apertúra, minél nagyobb apertúra kell hozzá, ekkora a legjobb, 2 méteres. Na, ekkora nagy üstökös lesz, de nem lett ekkora nagy üstökös. Volt neked valamit ki tudsz emelni, hogy 2020-ban na ez volt a nagy csillagászati durranás? Volt egy üstökösünk. Egy reményünk van. Egy olyan üstökös, ami már június végén kerül a Vénusznál is közelebb, sőt a Merkurnál is közelebb. Tudom már, teljesen hiteltelen vagyok. A Neowise nevű üstökös július 3-án közelíti meg a napot. Ő még egyelőre egybe van. Meglátjuk, hogy mi lesz. Ha egybe maradna, akkor utána július 2. felében nagyon szépen látszhatna az északi horizontunkon, a nyári éjszakákon, cirkumpoláris objektumként. De hát két ilyen széteső üstökös után én már... Kihez imádkozzanak nézőink, hogyha... Nem, van. Edmund Haleyhez. Ugye a Neowise üstökös a nyáron, az abszolút, tehát az szájtárpa figyelte mindenki. Hajnali 3:44-kor a 3-as határhelyről Budapest mellől jelentkezünk. Éppen szabad szemmel nézek egy üstököst, ami Budapest felett gyönyörű szépen látszik. Ott van ott az egy üstökösnek a magja, látszik középen gyönyörűen, és lefelé húzódnak a csóvának a részei. De azt gondolom, hogy ez mindenképpen, ha az évben a látványosságot kell megemlíteni, akkor a Neowise üstökös azt szerintem vitte az egész évet. Hát ugye milyen szép lenne a foszfin mondani a Vénuszon, de azt már ugye cáfolták is, tehát az valószínűleg marhaság, vagy hát nem teljesen helyes. Hát leginkább talán a SpaceX-nek a menetelését tudnám kiemelni. Tehát ez nem csillagászat, hanem űrkutatás, de az, hogy egy magáncég szépen menetel afelé, hogy a naprendszer hódításában egy izmos, tombos szereplővé váljon az állami ügynökségek mellett, az szerintem mindenképpen az évnek egy nagy mondása. A csillagászatban a 21-es év, hát nyilván a tudomány az olyan, hogy nem nagyon lehet megjósolni pontosan, hogy mit várunk, ugye? Az égi események között a nagyon látványosat nem várunk, lesz fogyatkozás, ez az amaz, de hát a Neowise üstökös se vártuk. Tehát azért meglepetés mindenképpen jöhet a tudományban, pont a csillagászatban, mint alapkutatásban, pont az a szép, hogy előre jósolhatatlan. Most volt a határidő a James Webb belső megfigyelési sorozatára, és Magyarországról is mentek be szépen pályázatok. Tehát ott biztosan valami új dolog ki fog jönni, amit még soha senki korábban nem látott. Ugye 21 az egy szerintem egy áttörés fog lenni a Schwab-i csillagvizsgáló életébe, hogy összezúz-e minket, azt nem tudom, de amikor a koronavírusnak a karanténos időszaka várható a március-április környékén véget ér, ez kombinálódik a tavasszal megenyhülő időjárás. Azért vannak tavasszal szép derültegek, ugye idén is március-április végig derült volt. Most, hogy jövőre milyen lesz, az persze nem tudjuk, de én azt gondolom, hogy a derült estéken tömegek fognak hozzánk elvándorolni. Hétvégenként, amikor normafára kiránduló tömegek fogják ellepni a hegyet, és kinyitjuk a kapuinkat, ameddig tehetjük, addig biztosan ezrek fognak hozzánk elzarándokolni, ami azt jelenti, hogy a kiszolgáló személyzetnek
azért az egy kemény munka lesz, az egy nagy terhelés fog jelenteni, de ugyanakkor még mégiscsak ezért csináltuk az egészet, hogy ezt lehetővé tegyük. Tehát szerintem business as usual, csak talán hatékonyabban, mint 2020-ban. Mai nap tehát kiégett az egyik világító, a légkondíciumból elkezdett ömleni, ledöglött a prezenter továbbítást, tehát mindent, tehát hát nem tudom, mi lesz még. Köt pulzára, hanem akár 600-szor is, nem is tudok másodpercenként 600-szor megfordulni, mert teljesen megőrülök. Megfordulunk horrorba illő jelenet. Boldog Ádámmal. Ki is kapcsolom, ez nagyon rossz volt. Mi négyen vagyunk, bár abból két kutya, de nagyon szeretik ők is a műsor. Wow, 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 wow. Hozd már ide a Pluto gömböt, csak fogjak egy gömböt. Olyan ritkán fogok egy gömböt a kezembe. Közben érkezett egy olyan kérdésünk, hogy mi is a küldetés célja pontosan. Ugye, mint említettük, az űrállomásra fognak megérkezni az űrhajósok egy bő 19 órán belül. És már sokszor emlegettük az űrállomást, azonban, hogy ugye ma... Ott az a kék csillag! Oh, inkább jó, az isteni! Ahaj, az úristeni, de jó! Ah, fajn, most ez egy gyermekbarát videó kíván lenni, úgyhogy nem fejezem ki, a rohadt élet, de jó! Ah, de bááá! Ah, akkora üstökös lett az éget! Nem! Nem lett akkora üstökös! Ekkora lett! Közben... Egy őrült! Megőrült! Riogatjuk a gyerekeket. Nem azért tartott ilyen sokáig a dokkolás, mert gond volt. A végállapotnak a tömege, meg előtt ugye a frekvenciája. Az őrült nagymama kiborította a borsós tálat, és akkor szedegessük össze a borsókat a fél asztalnyi területről, és a legkékebb, legfényesebb közepén a HR6819 jelzésű csillag. És akkor bízunk benne, hogy aki idén elmulasztotta, az jövőre figyelni fog időben. Meg utána is, így van. Következő 20 évtizedben. Így van. Sziasztok. Még jövünk szerintem este. Na, ide hülyék vagyunk. Sziasztok. Hello. Vissza is tértünk a rövid kis videó után. Mit gondolsz, Laci? Milyen volt ez a montázsa két év? Két évnek tűnik néha, mert ugye két évaddal szétbontottuk. Hát, hogy milyen hülye tudok lenni, az nehéz. Hogy mondjam, tehát nehéz szembesülni így ennyire koncentrált módon. Tehát nem tagadom, hogy visszaszoktam nézni a saját videóimat, amikor valamit szereplek, vagy valamit csinálok, tehát mindig megnézem, hogy mi volt jó, meg mi volt nem jó. Hát itt kicsit koncentrált volt. Nekem ebben az egész videóban talán a legjobban, ami legjobban tetszik, az a legvégén a névsor. Uh-huh. Én nem számoltam meg, hogy hány embert érintett meg a Sápai csillagvizsgáló, mint kvázi munkahely, vagy egy önmegvalósulási helyszín. Te tudod talán, hogy hány név szerepelt ott abban a stáblistában? Nagyjából 30, volt egy Excel táblázatom, amiből összeszedtem az embereket, ott 29 volt, de tudom, hogy utána még írtam bele, tehát ilyen 30-35 környékén.
Ez egyébként mutatja azt, hogy ha valaki ilyet akar csinálni, akkor készüljön rá, hogy ekkora stábot össze kell söpörnie valahogy a szélnek egy helyre. Igen. Mert nem egyszerű dolog. Ugye mi azért alapvetően mégiscsak az azért talán lejött a videóból is, hogy egy bemutató csillagvizsgálót, egy interaktív csillagászati élményközpontot, és magyarul bemutató csillagvizsgálót szerettünk volna, vagy szerettünk, ezt hoztunk is létre 19 során, és aztán ugye a koronavírusnak köszönhetően bevonultunk a virtuális térbe. Az élő csillagászat, ennek volt az ászlós hajója, de nem az egyetlen, hál' Istennek az armadába. Nézem itt a balon, hogy... Igen. Mondták, hogy Hulk vagyok, ez lassan visszatérő poén itt a csillagvizsgáló livestreamjeiben, de megpróbálok hangosabban beszélni, és pont amit mondtál, hogy amit elkezdtünk itt a koronavírussal, erről érkezett is az első kérdés. Ugye mondom még egyszer, hogy szabad kérdezni, sőt, majdnem, hogy kötelező a műsorral kapcsolatban. Az volt a kérdés, hogy nem azért voltak-e kiéhezve az emberek a tudományra, mert amikor kezdődött a műsor, akkor mindenki otthon volt. Mit gondolsz erről? Mi az összefüggés? Ebben biztos, hogy van valami. Én azt tudom mondani, hogy április 24-én, amikor volt a Hubble 30 eseményünk, tehát még az élő csillagászat kezdett előtt egy héttel, hogy akkor, hogy hirtelen megugrott, nem csak a Svábhegyi, hol a kezem? Nem csak a Svábhegyi csillagvizsgálónak a Facebook oldal aktivitása, a csillagászat.hu honlap aktivitása, a csillagászat.hu Facebook oldal aktivitása, mindjártak nem a fejemet a kezem, az mcl.hu-nak a Facebook aktivitása, de tényleg nagyon durván megugrott. És aztán ezt ott valóban a koronavírus miatt mindenki otthon van és ül a gép előtt, és ezzel próbálja magát szórakoztatni a sok hülye politikai meg vírus járvány hír már. De aztán, amikor a két hullám közötti nyári lapály volt a koronavírus számom, akkor is fönnmaradt ez az aktivitás. Tehát valahogy úgy egy trigger mindenképpen a járvány és az otthoni bezártság lehetett, de aztán valahogy, mintha egy mélyebb impaktot, tehát egy mélyebb benyomást keltettünk volna a magyar asztroszcéna, mondjuk így tartalomfogyasztó szegmensébe. Igen, abszolút, abszolút érzem. Igen, szép, szép, szép szavak. Igen. Ildikó azt kérdezi, nem is Ildikó, Ágnes, Lehelné bíró Ágnes kérdezte, hogy lettél csillagász. Ugye elvétve a két évadban már említetted, hogy te a mai Szerbiából jöttél, ugye, Szegeden végeztél csillagászatot, de hogyan jött az eredeti, a szikár? Hát ugye, még ez is meg lehet, ha valaki nagyon kitartó, akkor meg tudja keresni, mert már ezeket leírtam különböző helyeken, ez a háború, csillagászkodj, ne háborúz, meg ilyesmi címekre kell rákeresni. Hát ugye én nekem a csillagászat ez a vizuális látványon keresztül jött be az életembe. Ugye volt egy könyv, Fred Hoyle csillagászat című könyve, ugye Fred Hoyle az egy csillagász volt, 50-es években írta, vagy 60-es években írta azt a könyvét, 70-es években Zágrábi Mladost kiadó kiadta, és én ezt gyerekként, ezt 8-9-10 éves gyerekként rendszeresen lapozgattam. Egy szót nem értettem belőle, mert szerb-horvát nyelven volt a szöveg benne, de a képeket azt tudtam érteni, és azokat tényleg. És bennem volt az, hogy én ezeket szeretném látni. Tehát elbűvöltek a galaxis fotók, a holdkráterek, a Jupiter holdjai, a Szaturnusz gyűrűje, a kiskutya füle, ahogy szoktam mostanában mondani, és 1082-ben 10 éves fejjel könyörögtem ki a legelső távcsövemet, amit a nővéremnek köszönhetek, aki egy turiszt 10x30-as monoklit megvett a zseppénzéből a szabadkai optikába, az optikai boltba. Uh-huh. És onnantól kezdve engemet ez a távcsövezés, egyre nagyobb távcsövet szerettem, ez így vitt. Azért azt is el szoktam mondani, hogy én 3. vagy 4. gimnazista fordulóján még nagyon hezitáltam, hogy matematikus legyek, vagy fizikus. Csillagász nem akartam lenni, én a Szegedi Egyetemre akartam menni, a József Attila Egyetemre, de ott nem volt csillagászképzés, és eleve nem is gondoltam volna azt, hogy én csillagászatban valahogy is az életben meg tudok majd élni. Lézerfizikus akartam lenni, vagy matematikus. Aztán Szegedén összehozott az élet Szatmári Károllyal, és a követte fiatal csapattal, Vinkó Józsefnek, Gál Jánosra, haverokkal, új csillagvíz, és akár már ment az egész. Tehát innen jött ez a csillagász irány, ugye Szegeden akkor még nem volt csillagászképzés, én okleveles fizikus vagyok, ha úgy tetszik, és sokkal több biofizikát, meg szilárdtest fizikát, meg lézerfizikát tanultam, mint csillagászatot,
de hát önképző módon három tudományos diákkori konferencián vettem részt, társszerzős és saját TDK dolgozattal, a diplomamunkám is csillagászati témájú volt, aztán elindultam külföldre, szóval ez egész így szépen egymásra épült. Hát a csillagászat ugye nyilván egy teljesen kézenfekvő a hasonlat, beszippantott, mint egy fekete lyuk. Igen, és azóta folyamatosan gyűjtöd magadnak a nem csak az észleléseket, meg a tudományos publikációkat, a címeket is. Hát azok úgy jönnek. Tehát, hogyha az ember elég sokat van egy helyen, ez pár éve ezelőtt mondta nekem egyik fizikus akadémikus kollégám, hogy figyelj, Laci, te még csak azért nem kaptál díjakat, mert még nem volt elég sok helyet egy idő. Nem volt elég sok időt egy helyen. Ha az ember sok időt tölt el egy helyen, akkor megszokják az arcát, régi bútordarab lesz, és amikor jönnek ilyen-olyan díjakra fölterjesztési lehetőség, na, ő még nem kapott semmit. Jó, nyilván ez egy cinikus leegyszerűsítése az életnek, de ténykérdés, hogy most már 11 éve itt vagyok Budapesten, ezzel ugye immáron a második leghosszabb időt töltöm. Most veszi át idén Szegedtől. 19 évet éltem Jugoszláviában, Horgos-Szabadka térségben, 11 évet éltem Szegeden, 7 évet Ausztráliában, és most lesz a 12. év, hamarosan kezdődik majd, vagy most volt a 11. év, most már 12-ben vagyok Budapesten, tehát most már a második leghosszabb periódust itt töltöm, és hát nyilván láthatóan, ugye pont ma osztottam meg a Facebookon a Weiser Alindás szárórás beszélgetésünket, ott már éppen 10 éve volt, 2010 márciusában, amikor először voltam magyar médiában, hát úgy megszokták az emberek, hogy már itt vagyok, és akkor ezzel jönnek a különböző címek, rangok, kitüntetések. Ugye most idén is kaptál egyet, mármint, hogy Most már tavaly, igen, ezek az első poénok, hogy tavaly óta nem láttalak. Nem, hogy az év ismeretterjesztő kutatója, Tudósa. Ami azért veszélyes, mert azt szoktuk egymás között viccelődni a Csillagdában, hogy az élő, a tudománnyal foglalkozó élő ember az a kutató, a halott kutató az a tudós. Úgyhogy ez csak ez. Hát ott még nem tartunk, viszont ennek kapcsán ugye hasonlítottak téged nagyon sok mindenhez, most itt a kommentben. Na, ez majd nem így lesz. Carl Sagan, lefagytál, Laci? Visszajöttél? Igen, most úgy látom, de most visszajöttem. Tehát éppen a házi hálózatom az mondjuk így, hogy a kiskuty, vagy a békafeneke alatt van, de úgy látom, most visszajöttem. Vissza. Szóval itt a kommentekben is Carl Saganhez hasonlítottak, de kaptad már az öreges professzor jelzőt is, tehát mit gondolsz? Kicsikét irányított kérdésben már beszéltük. Ugye igen, tehát most pont a Tudományos Újságíró Klubjának, amikor volt ez a Teams-es ilyen videokonferenciás díjátadója, akkor ugye elhangzott, hogy a Marik Miklós, Isten nyugosztalja professzor urat, keveredik bennem a Kulin Györgyel, meg a Detre Lászlóval, meg nem tudom kikkel, és akkor úgy ezért is ugye el szoktam gondolkozni, nyilván öveges professzor is, és nagy hatása volt még annak, hogy a tévéműsoraival rám, könyveivel is, amiket ugye kiolvastam gyerekként. Erre lehet, hogy egy kicsit arrogáns az a válasz, hogy ugyan nagyon sokat tanultam tőlük, de én a 21. századi Kis László szeretnék lenni. Tehát én a diákjaimnak is azt szoktam mondani, amikor például valaki bizonytalankodik, hogy ő alkalmas a tudomány kommunikáció, azt szoktam, hogy figyelj, te nyugodtan vállalt fel önmagad, légy önmagad, akkor leszel a legbiztosabb kiállású. És azt meg senki nem mondja, hogy az, amit ő csinál, az unalmas, mert hogyha ő mondjuk 3-4 évet rá szánt az életéből arra, hogy azzal foglalkozzon, akkor tuti biztos, hogy neki legalább érdekes. Ha neki 3-4 évig érdekes volt, akkor nem igaz, hogy ezt nem lehet valakinek elmondani 3-4 percbe, hogy még mindig érdekesnek tűnjen. És ehhez mindig azt szokott lenni a legfőbb tanácsom, hogy mindenki nyugodtan vállalja föl a személyességet és önmagát. És nyilván nekem is ez a fő vezérelvem, hogy hát én adom azt, amilyen vagyok. Hát ilyen vagyok én. Azért gondolom, egy picit talán jól esik ezek mellett hallani magadat, vagy nem?
Hát nyilván elismerés. Tehát borzasztó megtisztel, amikor azt mondják, hogy mintha Marik Miklóst hallanák egyetemi előadásain. Vagy mintha a Kulin Györgynek, aki ugye most ugye MCL-nek, Magyar Csillagászat Egyesületnek elnöke lettem, tehát formálisan a pozíció megvan, hogy a ilyen Kulin Györgyre hajazó legyek, de nem, nekem nem az a célom. A Kulin György akkor volt, most meg egy egész más korszakban vagyunk, és én nem is akarom, nem vagyok, én kis törpe vagyok ezeknek a nagy nevekhez, a nagy nevekhez képest. Igazából itt alkalmazható leginkább az, hogy óriások vállán állunk. Uh-huh. Aztán mi belőlünk mekkora lesz, azt majd az utókor fogja tudni megítélni. Én most idén leszek 49 éves, tehát még mondjuk azt, hogy ha nem iszom el az agyamat, akkor még lesz egy 20-25 jó évem, és akkor majd egy olyan 30-35-40 év múlva fogják tudni megmondani az utódaink azt, hogy most ez a Laci ez jó volt, vagy nem volt jó. Hát uh-huh. Most itt így folyamatában, most éppen a FMR jelenségek közül egy kicsit kitartóbb vagyok. Nézem én is közben a kommenteket. Igen. Az élő videókat nem akarjuk-e feltenni valahová? Ugye az élő csillagászat, meg a többi itt Facebookon is elérhető élő közvetítés, azok kim vannak. Egyrészt itt Facebookon. Így van. Másrészt a YouTube csatornánkon továbbra is megtekinthetik. Illetve ugye kérdezték, hogy amikre jegyet lehetett venni, mert ugye nagy újítás volt most decemberben, hogy teljes mértékben online lévő fizetős előadások voltak. Én úgy tudom, hogy utólag lehet rájuk jegyet venni, legalábbis több. Hát most a Betlehemi az nagyon népszerű, a Betlehemi az annyira népszerű volt, hogy annak 1000 nézője volt. Tehát soha büdös életben nem gondoltuk volna azt, hogy a második fizetős, úgymond kvázi online látogatásunkon 1000 látogatót kell kiszolgálni, az még ugye a lemenés után is valami 40-50-nen megvették még a videó megnézését utólag is. Ugye itt ebbe a 15 perces videóban is elhangzott az, amit ne legyünk szégyenlősek kimondani. A Svápenyi Csillagvizsgáló, amellett, hogy tudomány kommunikációval foglalkozik, egy gazdasági vállalkozás. Tehát ez a 30 ember, akit fősoroltunk, nem gondolja azt senki, hogy szerelemből képesek lennének ezt hosszú távon fönntarthatóvá tenni. A Svápenyi Csillagvizsgáló akkor fog hosszú távon működőképes lenni, ha lesz hozzá finanszírozás, lesz hozzá akár támogatás, akár bevétel. Nyilván én a bevételeket szeretném látni, hogy növekednek. Ugye ezért van az, hogy a Svápenyi Csillagvizsgálót megint csak mondjuk itt teljesen nyíltan, és őszintén egy non-profit KFT működteti. A non-profitság azt jelenti, hogy ha lesz úgymond haszon, akkor azt visszaforgatjuk a csillagdának a működtetésébe. Tehát csillagászat tudományának a feltétlenül függetlenül mi szeretnénk bevételhez jutni, mert hogy az emberek, akik dolgoznak ezen az egészen, azok kapjanak érte tisztességes, mondjuk így előadói díjakat, hozzájárulásokat. Tehát ezért kell. Úgyhogy ezért például az online fizetős videókat, azokat ismeretném szerint nem tervezzük kitenni, úgymond online bárki számára elérhető formába. Erre van példa mások is, akik így csinálják. De ugyanakkor még fontos azt is kijelenteni, hogy lesznek továbbra is úgymond ingyenes tartalmaink. Az élő csillagászat Kis László, az biztosan mindig is élő műsor. Élő és ingyenes műsor marad. Tehát kvázi ilyet is csinálunk, meg olyat is csinálunk. Tehát ezt, mint hogyha jönnének hozzánk a látogatók a kertbe, a kupolába, hát akkor nyilván megváltják a belépőt, mint ahogy megváltották, ameddig lehetett a nyári időszakban is. Úgyhogy itt vannak különböző típusú aktivitásaink, amelyek különböző módon lesznek elérhetőek az interneten, hol paywall, tehát fizetős fal mögött, hol mindentől függetlenül, mint ahogy ez a ma este is. Ugye mondtad azt, hogy a Svápenyi Csillagvizsgálónak is van egy YouTube csatornája, nekem van egy személyesen, egy Kis László YouTube csatornám is, ahol az ilyen előadásaim mellett az egyetemi óráim videóit is kirakom. Ugye volt is egyik komment, azt láttam a Csukás Mátyás erdélyi amatőr barátunk mondta, hogy őt érdeklik a technikai részletek is. Az élő csillagászatban nem lesznek soha technikai részletek, de az egyetemi óráimon igen. Na most ugye én egy darab egyetemi órát tartok, most tavasszal megint majd le fogom adni a BEFCIL 4-et,
Én azt tudom mondani, hogy én bátorítom az eltés kollégákat arra, hogy csillagász képzésen ott is ugye online órákat tartanak, a videókat fölveszik, ott esetben rakják ki ők is a YouTube-ra. Ugye ez a lépés most még egyelőre az egyetemi oktatók körében nem tipikus, nem átlagos. De hogyha őket is rá tudjuk mondjuk valahogyan venni erre, akkor jöhetnek az érdeklődők, akiket érdekelnek a technikai részletek is. Hegedűs Márton feliratkozott közben a csatornámra. No. Tehát épp egyik nézőnk. Már megérte ez az egész este. Köszönöm, legjobb ismeretterjesztő, köszönjük, hurra optimizmus vakcináknak, idén visszatér. Hú, Istenem, jaj, mennyi kérdést látok itt hirtelen. Te átlátod őket? Hát így megyek szépen lefelé, itt éppen arra visszafelé megyek. Igen, Bíró Lehelné Ágnes és Norton, mi a te történeted? És itt most rögtön most át én teszek fel neked kérdést. Ugye az elején olyan viccnek tűnt, hogy Kis L. Lászlóval és Szabó O. Nortonnal. Létszes magyarázd meg az O-t, legyen mindenkinek kristálytiszta a dolog. És aztán te sztoridról is halljunk már egy kicsit. Ugye, hogyha jól tudom, a Kis L. Lászlóban az L. az László, de hogy te nem, nem az László, L. az László semmi, az egy családi vicc, amit nem vagyok hallani az internet nyílt színe előtt elmesélni, hogy az miért L. Hát nekem, apám és közöttem egy vicc. Nekem nagyon egyszerű az U. Nekem három nevem van, a Szabó, az Oliver és a Norton, de hogy Szabó Olivernek hívják édesapámat, és emiatt én csak Norton vagyok. Viszont nem tudom, a Szabó O. Norton az nekem olyan nagyon, nagyon jól cseng, ezért is szoktam használni többnyire. Szerintem is teljesen jó. Ennyi. Na és mi a te történetet? Hogy kerülsz te ide? Hát, nekem volt egy, van még mindig egy nagyon kedves ismerősem, aki itt Svábhegyen is tevékenykedik, Rózsahegyi Márton, ugye produkciós asszisztensként szokott az élő csillagászatok végén lenni, de hogy ennél ő sokkal többet tesz itt a csillagvizsgálóért. És még mielőtt bármi létezett volna a csillagvizsgálóból, egy jó 15 évvel ezelőtt, ugye most vagyok 20 éves, olyan általános iskolás koromban mondjuk. Jézus Mária! 2001-ben születtél? 2000-ben. Picsa, már bocsánat. 2000. Istenem. Na mindegy, tehát te már az évezred gyermeke vagy. Hát attól tényleg számoljuk a nulladik évet. Hát az évezres gyermeke vagy akkor. Igen. Szóval akkor vett a szárnyai alá, kezdte el pártolgatni az én kis pályafutásomat. Én egy iszonyatosan kíváncsi gyerek voltam, és mindenre elkérdeztem. És a csillagászat az nagyon megfogta a fantáziámat, annyira, hogy anyukámnak, meg nagymamámnak csillagászati könyvből kellett nekem esti mesét olvasni. Ez még általános iskola előtt. Most is itt van néhány a polcomon mögöttem, amiből olvasom. Ugye, hogy a könyvek milyen fontosak? Bármennyire is internet, meg akármi. Te, amikor már 2010 körül voltál 10 éves, akkor már azért volt internet, de akkor is a könyvek. Az, amit kézbe fogsz, lapozgatsz, nézegetsz, ráksz. Na mindegy, és akkor aztán jöttél tovább. És akkor ő terelgette az én kis érdeklődésemet. Voltam fent vele piszkéstetőn is, ugye, ahol a nagy távcsövek vannak, már sokszor távcsöveztünk csak így ketten is, és aztán nekem a nagy áttörést azt a Pannon csillagda okozta. Szerintem mondhatom nyugodtan itt ezen a platformon, mert valamennyire testvérintézmény, ugye Bakonybélben a bemutató csillagvizsgáló, ahol ő előadó volt, és felvetette, hogy miért ne legyek én is. Mert Marci. Marci, igen. Rózsegyi Márton Marci. Mert hogy van nekem beszélőkém, megérdekel a csillagászat, meg megnéztem az összes Nat Geo-s dokumentumfilmet is, tehát hogy valamennyi tudásom is van. És akkor én ott kezdtem el előadni, először egy ilyen kis karácsonyi szezonban, és az úgy mendegélt, és közben meg elkezdett a csillagvizsgáló is megalakulni, ugye. 17-18 környékén kezdett el formálódni a svábhegyi csillagvizsgáló, és hát amikor már úgy alakult, hogy tényleg hogy néz ki, vagy tehát, hogy már koncepciók voltak, akkor büszkén mondhatom, hogy elsőként gondoltak rá Marci, Áron, és a többiek, hogy engem is kéne. Aztán
Aztán egy picikért parkolópályára lett téve a csillagvizsgáló, ugye az olimpia miatt, a csillagászati olimpia tavaly kezd helyen. Tavaly előtt. Tavaly 2019-ben kezd helyen. 2019, azt nem rontjuk el, igen. Onnan van ez a most már fordított pólóm is. És ott lettem igazi tagja a csillagvizsgálónak, és utána meg magának. Tehát utána pedig bemutatóként jöttem, és igazából az első távcsövemet azt csak nemrég kaptam meg. Tehát volt egy ilyen kis játéktávcsövem, amivel nagyjából lehetett látni a Jupiter holdakat, de hogy annál többet nem. És tehát mint amatőr csillagász, viszont mostanában bontogatom ki a szárnyaimat saját távcsővel. Jó, na. Itt közben nézem, Telek Zsuzsak kérdezte, hogy szoktátok nézni, hogy nagyjából kik nézik a műsort, milyen korosztálypja? Hát persze! Hát akarjuk őket célozni, meg látni akarjuk, hogy kik azok, akik nem néznek. Én viccelődni szoktam, bár a feleségem talán már nem nézi, az előbb még láttam, hogy nézte, mert mondta, hogy a függöny nem húztam el eléggé. Ami nekem föltűnő, hogy az élő csillagászatot a hölgyek kétszer akkora arányban nézik, mint az urak, amit én nem akarok túl interpretálni, de nézzük a nemi eloszlást, kor eloszlást is látjuk, bizonyos témákat jól lehet látni, az idősebb urak követik, például űrkutatás, holdutazás, marsutazás, egy nagyon kimagaslóan, amit a MCL-nél csináltunk, a Barna Barnabás tartott egy tökű előadást, az nem ide tartozott, de mindegy, látom annak is a statisztikáit, azt az idősebb öreg urak szerették nagyon. Tehát szoktuk nézni, hogy kik nézik a műsort, és szeretnénk optimalizálni, hogy minél szélesebb legyen a terítés a magyar populáción belül. Kövesdinél Lám Zsuzsanna, most tévedtem ide először, de biztosan nem utoljára. Köszönjük szépen, hogyha jön még máskor is. Az élő csillagászat, az valami február elejét jelentettük be, hogy majd fog jönni megint. És kérdezi, hogy vissza lehet-e nézni itt Facebookon, és a Svábhegyi Csillagvizsgálónak, valami Kis Lászlónak a igen, YouTube csatornája, és fent vannak a felvételek. Mennyi esélyt látsz arra, hogy az utódok is csillagászok lesznek? Igen, pontot járok én is, Lakatos Csaba, igen. Laci, mennyi esélyt látsz arra, hogy az utódok is csillagászok lesznek? Nem sokat. A két nagyobbik fiam nál még nem igazán látszik kristálytisztán, hogy mi érdekli őket, most a legkisebbet nagyon érdekli, tehát van egy 10-12 éves fiú páros egy korábbi házasságból, a mostaniból van egy 5 éves kisfiú. Az 5 éves az iszonyatosan érdekli az űrkutatás. Óbudán van egy holdudvar játszótér, ahova most már mondhatom, hogy rendszeresen eljárunk, és akkor azt játszuk, hogy kőzet mintákat gyűjtünk a naprendszer különböző holdjairól, tehát beülünk egy ilyen űrhajóba, és akkor megyünk. De én nem akarok csillagász dinasztiát, tehát ezt megmondom teljesen nyíltan és őszintén. Nem, tehát ahogy engemet is a szüleim hagytak kibontakozni, nekem az egy nagyon jó ilyen role model, tehát ilyen szerepminta volt, hogy szülőként én is hasonlót szeretnék. Ami a gyereket érdekli, azt csinálja. Uh-huh. Ha csillagászat lesz, akkor csillagászat lesz, de én biztosan nem fogom nyomni afelé, hogy akár még csak, hogy természettudomány. Tehát nem, ami érdekli. Hát nyilván elétárok különböző opciókat, de igyekszem teljesen neutrálisan, ideológiailag, meg tudomány, meg akármilyen szempont. Uh-huh. Nem akarok semmilyen mesterembert megbántani, de egy vízvezeték szerelős teljesen jó ember tud lenni, és valószínűleg sokkal több pénzt keres manapság, mint egy átlagos csillagász. Lehet. Jött egy csillagászati kérdés is. Na, ugye nézzük. Az egyik előadásodban mondtad, hogy van egy olyan elképzelés, hogy a napot gravitációs lencsének használjuk. Igen. De ugye az kint van az óriásbolygók pályáján kívül. És az a kérdés, hogy mekkora az esélye. A kérdésem az, hogy ennek a megvalósításának mekkora a realitása, ez mikorra lehet készen? Ezt kérdezi Csukás Mátyás. 550 csillagászati egység iszonyatosan messze van, oda már csak kijutni is évtizedes utazás, aztán ott működtetni egy egyméteres távcsövet, ami pont akkor néz oda az ekliptikán a napon túl egy egzobolygóra, amikor éppen föl lehet bontani. Szóval ez nem ebbe az évszázadban lesz. Tehát vannak ezzel kapcsolatban tavaly év során több ilyen koncepció is megjelent, hogy egy ilyen nap, mint gravitációs lencseként, hogy nagyon nagy fölbontás, tehát ugye
ember kiszámolhatja azt, egy 1,5 millió kilométer átmérő lencsés távcsőnek a fölbontó képessége mekkora, egy 100 fényévre levő exobolygón 100 kilométeres részleteket föl lehetne bontani vele. Csak hát nem egy, ez még jelenleg a mi technikánk nagyon messze van, tehát legalább 100 év még, mire szerintem ilyen lesz. Szegedi Márk, Laci, ha lehet ilyet kérdezni, van hobbid, vagy más tudomány, tehát ami érdekel, foglalkozni, és szeretek olvasni mindenfélt, sci-fi, közélet, politika, ezeket nem nagyon szoktam elárulni, de ezek mind rendkívüli módon érdekelnek, és rettentő sok mindent elolvasok, szélbaltól széljobbig. Vida Ferenc kérdezi, ha a vakcinának köszönhetően idén visszatér a szabadság, a képer felszabadulás örömét kihasználva lesznek-e sűrűbben események? Én erre azt mondom, hogy ha felszabadulunk, akkor lesznek események, nem sűrűbben, hanem úgy egyáltalán. Lesznek, végtelenszer sűrűbben lesznek a nullához képest. Tehát tervezünk nagyon sok mindent, ameddig ez engedve van. Szeretnénk mindenképpen visszavárni a látogatókat. Ugye az a 30 ember, annak körülbelül a fele, kicsit több az előadó a csillagvizsgálóban. Tehát iszonyatosan sok csillagász várja a látogatókat, hogy végre mesélhessenek valakinek, és ne csak igen, a barátnőjüknek, vagy a párjuknak, vagy bárkinek. Hát nem, hát ugye most ez a karantén alatti világ, hogy próbálunk adjusztálódni, egy csomó dolog az életünkből most ideiglenesen, vagy akár örökre eltűnik. Hát mi látjuk azt, mi azt várjuk, hogy március-április környékén meg tudunk majd újra nyitni, és ömleni fognak hozzánk az érdeklődők. Ebbe bízunk, erre számítunk. Addig is az online műsorokban is próbálunk valamilyen módon mozgolódni. Hát nyilván, amit tudunk, megteszünk. Vannak tervek, nagyon messzire előre is. Hát nagyon-nagyon messzire nem lehet előre tervezni, mert a mai világban az egyetlen, ami állandó, az a változás. Hát még nem látjuk pontosan, szerintem 21 júniusán túl még senki nem mer jósolni. 21 júniusáig, június-július fordulóig még körülbelül merünk jósolni, onnantól kezdve nem nagyon merünk jósolni. Kruchló Tamás, hogyan képzel a hazai űrkutatás jövőjét az elkövetkező néhány évben? Fejlődő íven. A kérdés az, hogy az ív mennyire lesz meredek. Ugye a magyar kormány támogatja az űrkutatást, ugye Európai Ügynökségbe beléptünk 2015-ben, a jelenlegi űrkutatásért felelős miniszteri biztosasszony Ferenc Orsolya hatásos munkát végzett, hiszen forrásokat tudott szerezni a területnek. Nekünk, mint CFK-nak, Csillagászat és Földtani Kutatóközpontnak, az ELTE-vel most van egy űrcsillagászat nemzeti laboratórium koncepciónk, ami egy 5 éves fejlesztési terv. Ha esetleg elnyerjük, akkor örülünk, és az is emelni fogja a fölfelé ívelésnek a meredekségét. Szóval azt gondolom, hogy jók az esélyeink. Ugye Európai Űrügynökség tudományos programjaiban magyar csillagászok szép számmal részt vesznek. Tehát az teljesen természetes dolog, hogy az űrcsillagászaton keresztül a tudomány területünk hozzá fog járulni az űrkutatás hazai fejlődéséhez is. Van még valami kérdés? Szerintem úgy nagyjából mindent megválaszoltunk. Keresünk-e munkaerőt? Majd keres. Fogunk majd. Fogunk, igen. Na, most érkezett is egy jó kérdés, vagy nem tudom, hogy ez kérdése. De amikor az egész család nézi az élő csillagászatot, gondolom, de a 9 éves kisfiam érdeklődése miatt csatlakoztunk. Ez is mutatja, hogy... Félrevezető lehet csak Facebook profil alapján beazonosítani. Igen, ezt próbáltuk már egyébként kideríteni, és a fizetős műsorunknál is kértem, vagy beszélgettünk többen is arról, hogy a Kahootban legyen az egy kérdés, hogy hányan nézik a műsort. Mert nekem sok visszajelzés jött olyan, hogy igen, egy ember, ugye most 234 nézőnk van formálisan, 350 volt azt hiszem a maximum, de tudom jól azt, hogy csomó helyen barát, barátnő, férj, feleség, anya, gyerekek együtt nézik. Nagyon kedves reakció volt tavaly ősszel, amikor kaptam egy rajzot, talán azt hiszem az is egy 8 éves kislány volt Székesfehérvár környékéről, aki lerajzolta a műsort. Egy A4-es lapot kaptam beszkennelve, hogy be voltak azok a dolgok, amiket az élő csillagászat akkori műsorában emlegettem. Ott Androméda köd volt meg,
Jupiter, meg Szaturnusz, meg minden szépen lerajjuk. És anyuka megírta e-mailbe, hogy kislány látszólag úgy csak úgy ült a képernyő előtt, és hallgatta, és figyelt, és közben rajzolta azt, amit hallott. Tehát igen, jól tudjuk azt, hogy vannak még nézőink, ezek a rejtett nézők, hogy hogyan tudjuk őket föltérképezni, ez még a jövő zenéje lesz. Ugye kutyák is vannak, akik néznek minket, ezt is tudjuk. Igen, azt kiderült a videó. Laci Norton, nem lehetne picit hangosabb? Köszönöm. Hát Marin Prodán, bocsánat, hangosíts fel a gépet most erre. Ez a hanga állandóan kínlódunk. Igen. Ez látszik, hogy amatőr hangmérnökök vagyunk. Egyszer meg is kaptuk az Édua, amit is mondtak ránk, hogy Édua szegényen megsértődött. Vagy megbántódott, nem megsértődött, nem jó szó. Megbántott, amikor két, azt hiszem debil hangmérnöknek voltunk apostrofálva. Én fővállam, hogy debil hangmérnök vagyok, tehát engem nem zavar ez a minősítés. Sajnos ez a maximum. Nekem van kérdésem mostanában, hogy nem jön új. Alberta az... Hoffman, mennék. Akkor szia, Alberta! Eddig itt voltál, köszönjük szépen! Szia! Szóval nekem van kérdésem, hogy mondtad, hogy visszatér majd az élő csillagászat, tervezzük ugye újabb évadokkal, remélhetőleg jó sokkal. Ugye az első évadnak nagy újítása volt az, hogy létezett, aztán a másodiknak talán a legnagyobb technikai az a Greenbox, ugye, hogy virtuális stúdióban vagyunk. Mire? Látsz valamit? Mire lehet számítani a harmadik évattól? Volt egy MCL záró előadás, amit egy asztalnál ültem. Az ülő verzió, azon még erősen gondolkozok, hogy nem áldogálok a kamera előtt, hanem egy asztalnál ülök, és akkor mellettem van valami dísz, itt ott egy armilláris szféra volt mellettem, de ha lesznek jó céges ajánlatok, reklámfelületként ki lehet mellénk tenni bármit, de szóval a lényeg az, hogy... Nem bármit. Hát nem bármit, tehát azt megmondtam, igen, amikor a Svápai Csillagközőt létrehoztuk, akkor megmondtam, hogy ufológia, ezoterika és pornó az nem lehet a Svápai Csillagvizsgálat területén. Lényegében minden másra nyitott vagyok, de ez a három, ez szigorúan tilt a normafai telephelyen. Szóval a lényeg az, hogy ezen gondolkozok erősen, és ugye itt a videóban azt hiszem nem hangzott, de elhangzott, hogy ugye a példakép sok, ezek a politikai, közéleti műsorok, és általában ül a figura és beszél. És akkor valami e felé szerintem fogunk konvergálni a harmadik évadban. De még van egy hónapunk, majd még az Éduával sokan fogunk én agyalni. Ugye mi ketten vagyunk ennek az élő csillagászat ágnak, vagy az élő csillagászat brandnek a fő végrehajtója, és a háttérben pedig mindenkit a társaságból várjuk, megfogadjuk a hasznos tanácsokat. Ha a nézőknek van ötletük, akkor nyugodtan azt megírhatják nekünk. Új, jöttek én egy jó nagy komment. De Istenem, sziasztok, szerintem... ma olvastam. Szerintem majd vissza fogunk térni. Tehát most ugye 45 percre volt megjósolva ez a műsor, az előbb a gyermekem már verte az ajtót, hogy be szerette jönni, hát bezártam előtte szegényt. Már nem a gyereket, hanem az ajtót. Úgyhogy szerintem köszönjük meg a figyelmet. Mit szólsz? Jó, én is azt mondom, hogy itt... Majd talán kommentben válaszolok. Fogunk még, igen. Meg nem most látnak minket utoljára nézők, úgyhogy mindenki abszolút gyűjtheti a kérdéseit. Igen, én akkor neked köszönöm először is, hogy itt rendelkezésre álltál, meg hát a nézőknek 250 ember nagyjából kíváncsi volt ránk, hogy örülök. Megnézzük, majd köszönjük szépen, és a nézőinktől kell mindenképpen a legnagyobb köszönet, vagy ők érdemlik a legnagyobb köszönetet, és nekik kell, mert hát végülis ő értük vagyunk. Tehát bármennyire is Narcisz László a mozgalmi álnevem, azért alapvetően a nézők, nem önmagunk önkifejezéséért. Ők tartanak el minket. Én szerintem köszönjük szépen is. Hát jó éjszakát kívánok. Én a magam részéről jó éjszakát kívánok, meg sziasztok. Sziasztok, jó éjszakát. Derültegett mindenkinek. Így van.